Klubrádió. Tények, vélemények. A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Ma délelőtt várja önöket az ötösben Gál Völgyi János. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki hallgat minket, és köszöntöm vendégemet. Szendőfi Balázs előadó, zeneszerző, rendező, forgatókönyvíró, természetfilmrendező, fesztiválja, és mindenfélét el kéne mondanom, de nem mondom, mert ezt mondtam Balázsról. Annyit is el kell még mondanom, hogy van egy családi háttere, és édesanyjával, aki nekem tanárnő volt a Színművészeti Főiskolán, Fekete Marival, bocsánat, hogy így mondom, mert csak úgy hívtuk, hogy Fekete Mari, készítettem már riportot, és akkor én beszéltünk édesanyjáddal arról, hogy nagyon szeretnénk meghívni téged, Tímár Ágival, a szerkesztőmmel, mert annyira érdekes dolgokat csinálsz, ami engem nagyon érdekel, meg azt hiszem, talán a hallgatókat is, de akit nem, az meg elkapcsolom. Szóval, kezdjük ott, hogy te, ha jól értesültem, hogy te abszolút hallással születtél. Hát ez egy nem tisztázott folyamat. Egyébként az iméntire még reflektálva, hogy van, hogy mi is Marinak hívjuk a saját anyukánkat, igen, mert ő ugye a színházban, ahol zenélek vele, ott ugye mint főnök van jelen. Hát, vagy ott voltunk is. Sok helyen már, mindegy, attól függ, hogy melyik darab hol megy, amiben összeválogat a zenekar. Volt. Karinti, igen. Centrális volt, igen. József Attila Színház is volt, meg egy csomó vidéki, és arra, hogy mama, vagy ilyesmi, arra ott nem hallgat, úgyhogy ha szeretnék neki valamit mondani, akkor a zenekarjárokból kikiabálom, hogy Mari, és akkor rögtön oda fordul, úgyhogy a zenésztársak szoktak ezen mosolyogni, hogy a saját anyukámat Marinak szólítom. Mi jól értesültek, tüntettem fel magamat, tehát ennyit tudok anyukádról. Édesapád pedig hangszerkészítő? Hangszerkészítő mester volt ő, igen. Az valami csodálatos dolog volt, a Kálmán utcában egy hegedű készítő, és akkor néha álltam ott a kirakatban, és néztem, hogy az valami csodálatos dolog. Milyen hangszereket csinált ő? Hát ő is csinált hegedüket, és egyébként adott is nekünk mindannyiunknak, hárman vagyunk testvérek, és adott mindannyiunknak egy-egy hegedűt, tehát mi maradt ránk tőle hegedű, de egyébként ő a régi rendszerben úgymond a zongora hangolásból, meg a zongora javításból élt, tehát ilyen jellegű kisiparos volt, de készített nekem aztán később basszusgitárokat, tehát a saját kezemre, mikor kezdtem a pályát, illetve hát nyilván foglalkozott egy csomóféle hangszerrel, gitárokkal, tamburákkal, fafúvós hangszerekkel, stb. De te neked milyen hangszered, Balázs? Nekem basszusgitár egyébként. Azt mondják, hogy ez nem kell egyébként. Most meg fogsz engem ülni. De én csak hallottam, vagy szoktam dühíteni a basszusgitárosokat. Vannak ilyen viccek, igen, hogy a basszusgitár tanulást azt az ember szülője megvárhatja akár a zeneiskolában is, amíg az ember végez, persze, igen. De jó, letudtuk a zenés mesterséget, letudtuk a családot, akkor térjünk rá, engem nagyon érdekel, ez a természetfilmezés. Én megnéztem a YouTube-on, és ajánlom mindenkinek, fölírtam a Szőketó, Tiszató, Hat évszak, Hegyenvölgyön, Hegyek, Völgyek, Halai, Budapest, Halai. Nagyon rostoba és nagyon rossz vicc, azzal kezdtem, hogy abszolút hallással születtél. Szóval hogy van ez a vonzódás a halakhoz? Ja igen, a hallás és a halak. Egyébként igen. Van, na mit szólsz, ilyen frappán? Igen, de van összefüggés egyébként. Én tudok profitálni a zenei érzékből, bár az abszolút hallás az nem lett így kikutatva egyébként, ezt még nem is fejeztem be ezt a választ. De te vagy a vendég, beszéljünk. Jó, szóval igazából én ennyit tudok, hogy gyerekkoromban felismertem a hangokat, tehát amikor a zongorán leütötték a hangokat, akkor meg tudtam mondani, hogy ez most egy C, ez most egy G, stb., de aztán ebből nem lett sok minden. De honnan tudtad, Balázs, most viccet életében? Hát hallottam igazából, tehát ez így tulajdonképpen abszolút hallásnak nevezhető így. Hát nekem is leütnek hangot, azt is hallom, de nem tudom, hogy G vagy C vagy B. Hát én ezt meghallottam a magassága alapján, tehát hogy ezt jelenti az abszolút hallás. De aztán később. Egyébként úgy mondják, hogy a mai könnyű zenében az abszolút hallásnak már olyan sok jelentősége nincs, sokkal jelentősebb egy jó relatív hallás, ami viszont fejleszthető. Na mindegy, szóval a természetfilmezés egyébként a halkutatói mi voltomból jött, tehát én lettem ilyen 2014 körültől hivatalosan az Agrárminisztérium kutatási halfogási, illetve kutatási célú halfogási engedélyével rendelkező halkutatója, és ehhez kezdtem el használni víz alatti kamerát elsőként kutatási jelenleg. Ezt megengedezem, ha hallgatnám ezt a riportot, akkor aztán miért nem kérdezed meg tőle, hogy mi az, hogy, de mit jelent ez, hogy halkutató?
Ó, hát ez egy hosszú történet, ugye ezt sokan keverik a halbiológussal, és ebből voltak is már problémák. Azt sem tudom, hogy mit csinál, de... Hát a halbiológus ugye az a biológus, aki a halakra specializálódott, olyan, mint a madarak az, esetében. Igen. Az ornitológus, az, a halbiológust azt ichtiológusnak hívják, és akkor így működik, de én ez nem vagyok. Ez úgy néz ki, hogy 2014-ben megváltoztatták a halvédelmi törvényt, és akkor betiltották a természetes vízi halászatot Magyarországon, a kereskedelmi célú természetes vízi halászatot. És addig a halbiológus hallgatók, tehát a PhD hallgatók, hogyha kellett nekik minta, mondjuk egy halfaunisztikai minta, akkor a halászok voltak azok főleg, akik szolgáltatták ezt. Tehát ők kimentek, a halászok meghúzták a vizet, és meg volt a halfaunából egy átfogó minta. És mivel aztán már nem voltak halászok onnantól kezdve, szükség lett olyan terepi szakemberekre, akik elvégezhetik ezt is, és ugye a halfogás az egy engedélyköteles tevékenység. Bocsánat, azt mondtam, nem voltak halászok, az mit jelent, hogy megszűnt egy helyi halászok? Hát meg igen, beszüntették a természetes vízi halászatot halvédelmi célból, tehát a halállomány védelme érdekében, és csak a horgászok maradtak, tehát ez a két lobby egyébként is mindig egy egymás ellen sokat dolgozó és sokat ágáló lobby volt, a halász tehát a halász is a ezek nagy mennyiségben fogja ki így van, a halat. Hálóval. Ja, és akkor azt eladja étterembe, mert nem tudom, így van, értékes. A horgásznak kifog egy kis alatt, és nagyot hazudik. Így van, igen, egész pontosan így van. És ugye a horgász lobby ereje, illetve a halvédelemnek egyébként egy jól átgondolt, jól megfontolt érdeke kívánta meg, hogy a természetes vízi halállományon ne legyen egy ilyen halászati terhelés most már, mert ugye sajnos a folyószabályozások, meg a vízszennyezés, meg a mocsárlecsapolások nagyon megapasztották az egész Kárpát-medencében a halállományt. Úgyhogy ezt megszűnt, ez a múlté, most már csak rekreációs célú halászat van, illetve csak olyan, ami ökológiai célú, tehát ilyen inváziós fajok gyérítésére szolgáló halászat, legalábbis természetes vizen, tehát nyilván túlgazdaságban még létezik kereskedelmi célú halászat. Hogy betelepítenek halakat, és akkor... Hát igen, igen. Így van, és hát ott ugye ott nevelik a halakat, tehát azokat nyilván ki kell fogni és értékesíteni kell, de a természetes vízi halállomány az már nem lehet kereskedelmi termék. De honnan van neked a vonzódásod a pünta halakhoz? Mi nem lett belőled afrikai nagyvadász? Vagy hát mert abból sok van már. Hát én mindig abba az irányba igyekszem menni, amelyik egyébként egész életemet be árnyékolja, vagy egész életemet meghatározza, hogy olyan irányokba igyekszem menni, ahol kevesen járnak. Tehát ez egy gyerekkori találkozás lehetett a horgászat. Egyébként igen. Hát ugye? Inkább a halászattal, ami apámmal még emlékszem. Tataitó? Ott is? Így van. Így van. Tatai a család. Fényestó. Tatai származású. Igen, a Fényeshez is sokat mentünk, és aztán a Balatonhoz is, ugye az akkori szótüdülökbe járkáltunk, és ott apámmal az volt a fő elfoglaltságunk, hogy kimentünk egy kis hálóval, amit akkor ugye engedélyeztek, és fogdostunk össze mindenféle halakat. Aztán ez később elmúlt, én nagyon sokféle állat iránt érdeklődtem, kétértőek, hüllők, madarak, madárhangokat gyűjtöttem, madármentéssel foglalkoztam, tehát egy ilyen jó nagy varga betű után érkeztem el a halakhoz. De és akkor érkezzünk el a filmezéshez, mert engem összeírta mindenfélét, hogy hogyan, tehát amikor annyit elárulhatnunk, hogy mielőtt elkezdtük itt a beszélgetést, hát be kell állni, úgymond szakértem a mikrofonnal, és akkor mindig akkor kezdenek számolni, vagy nem tudom, január, február, azt mondják, te meg halneveket mondtál. Rengeteg halnevet tudsz? Hát legalábbis a Kárpát-medencei halfajoknak a neveit tudom, ami egy ilyen jó 80-90 körüli halfaj. Hát megkérdezik, olyan kezdet, csak nem kell tovább beszélni, de kell tovább beszélgetni. Azt mondd el nekem, mert engem nagyon izgat. Én szoktam nézni, és megmondom, egyre kevesebb emberfilmet nézek, mert az állatokban nem tudok csalódni, hogy meg lehet-e rendezni most, hát gondolom a te esetedben halakat nem, de amikor lát, hát gondolom azért ennyit értesz a dologhoz, amikor jön egy oroszlán, megeszi a nem tudom, hogy vannak rendezett jelenetek a természetfilmezésnél? Sajnos vannak, főleg egyébként a régebbiekben, tehát most már az etika, a filmes etika kifinomultabb, és bizonyos dolgokat azért tilt, de hogyha például megnézzük a régi, mindenki által ismert Sivatagi Show című természetfilmet, akkor ott nagyon sok csalás van abban a filmben, tehát nagyon sok jelent, most nem akarok senkinek a gyerekkorát tönkretenni, de például a részeg állatok, amik vannak, igen, ott, igen, az, az ott annyi történt valószínűleg, hogy egy safari parkba bementek, és a helyi állatorvos beléjük lőtt valami nyugtatót,
amitől ugye elkezdtek így botladozni, vagy az altatásból. Nem a lehullott gyümölcsöktől. Nem valószínű, hogy ezt etették meg velük, amúgy az veszélyesebb is lett volna. Tehát alapvetően egy dózisban kiszámolt szert valószínűleg beadtak az állatoknak, és akkor azok ott botladoztak, alávágtak valami burleszk-szerű filmzenét, meg ugye a lehullott gyümölcsök sztoriát alámondta a narrátor, és kész volt a történet. Hagyjuk őket, mert Szendőfi Balázsnál még az is van, hogy neked nagyon jó zeneszerződ van a filmjeidhez, te magad vagy. Igen. Az. Na, szóval akkor hogy indul egy ilyen filmezés, hogy eldöntöd azt, hogy a Szőke tó a Tisza tó 6 évszaka, és akkor ezt le kell, van egy forgatókönyved? Nem nagyon szokott lenni. Én általában úgy igyekszem kezdeni egy filmezést, hogy úgymond így üres kancsóként érkezem egy helyszínre, tehát befogadó vagyok, és egyrészt a helyiek elmesélésedől. Balázs, mit viszel magaddal, bocsáss meg, hogy hát, már olyan értelemben, hogy most a felszerelésben értem, hogy egy kamera, két kamera, négy állvány. Hát állványt igen, kamerát igen, víz alatti kamerákat, kameracsapdákat, illetve most már drónt is. Mit jelent a kameracsapda? Kameracsapda az a kamera, amit kint hagyok a helyszínen, és akkor az ott szépen elmegy magában, és nyilván én nem vagyok ott, és akkor az állatok zavartalanul mozognak a kamera körül. Megszokják. Igen. És akkor utána aztán vágóasztalon azt mondod, hogy hát ide jó pofa ez a dolog, amit csináltad. Pontosan, egy olyan jó 8 órás felvételt végignézek, és mondjuk van benne egy 3 perc hasznos anyag körülbelül. Mikor megérkeztél, rögtön lecsaptam, mert de ajánlom mindenkinek a figyelmébe, YouTube-on fönn van, tehát Szendőfi Balázs, hogy Vidra, egyik kedvenc állatom, hogy azt meg kell találni ezt a Vidra kollégát, hogy aztán, igen. És ez hogy történik? Hát a Vidrának is egyrészt a legkönnyebb filmezési módja az a kameracsapdázás, de ehhez infrakamera kell, mert főleg éjszaka mozog a Vidra, de most már ugye egyre több Vidra van a Kárpát-medencei, illetve a magyarországi Vidraállomány erős, és nagy kárt okoznak. Hát ez viszonylagos igazából. Hogy hol van? Nem is csak, hanem hogy ez milyen kár, gazdasági kár lehetséges, esetleg ha tógazdaságban beszabadul, de azt tudni kell, hogy egy vidrának mondjuk egy nagyobb halpusztítása, amikor kifejezetten a sűrű halállományból sok halat kiemel, és esetleg meg sem eszi, az a természetnek egyfajta ilyen immunrendszer védekezés szerűsége, hiszen természetellenes az, hogy egy tógazdaságban ilyen sűrűn egy fajból, egy korosztályból ekkora halállomány van, és akkor a természet próbál ez ellen tenni, mert őt mindig a diverzitásra törekszik. A természetes vízben a vidra soha nem csinál ilyen pusztításokat, és hogyha véletlenül kint is hagy ugye halat, amit nem eszik meg, az sem vész kárba, hanem a többi élőlénynek olyan fehérje forrás, amihez mondjuk ők nem jutnak hozzá egy télvíz idején, vagy ilyesmi. Erről is egyébként forgattam jelenetet, hogy mi minden rámegy egy ilyen vidra által kint hagyott halra. Tehát akkor úgy indulsz, azt mondtad, hogy egy üres kancsó, igen. És akkor ezt meg kell tölteni, de gondolom, akkor ezt csak elindul és adja magát. Abszolút, így van. Tehát én nem szeretek előre megírni íróasztalán forgatókönyveket. Persze vannak nyilván ikonikus események, amik egy adott helyszínhez köthetők, mint mondjuk a Tisza virágzása Tisza esetében, amit mindenképpen szeretnék felvenni, ezt így előre tudom, de hogy ezt pontosan hol, meg milyen körülmények között, meg melyik nap, meg ilyesmi, ezeket az adott terepi körülmények adják. Én kiírtam magamnak első kirepülés, az etetés, az ami olyan megható, olyan szép. Ez is gondolom, hogy leraktad a kamerát, és aztán utána vágóasztalon láttad, vagy pedig? Igen, igen, valószínűleg. Ez most a kakuk. Igen, föl is írtam. Igen, kakuk itt van. Ja, igen, az meg igen. A Ráckevei filmben volt, hát ott egy egész hosszú jelenetet szenteltem a kakuknak, mert nagyon érdekes a fészek parazitizmusa neki, és hát az első kirepülést, meg ezeket az etetéseket, azokat már én magam megtaláltam, tehát ugye olyan éles hangja van a kakuk fiókának, hogy lehet hallani az útról, és meg lehet találni, meg lehet közelíteni. A kirepüléshez meg nyilván a fészket kell bekamerázni. Én azt sajnálom, hogy régen, amikor én, hát te még nem éltél, de a moziban én nagyon-nagyon szeretem, elment az ember, és akkor ment egy híradó, tehát a hét történései, egy hétig tartott egy ilyen híradó összeállítás, és utána ment kísérőfilm. Például itt én nagyon szerettem. Mi a sors ezeknek a filmjeidnek, egyáltalán a természetfilmeknek? Hát a természetfilmezés egyébként szerintem reneszánszát, vagy sokadik reneszánszát éli most, tehát egyre több fiatal foglalkozik természetfilmezéssel. Még mindig nincs akkora renoméja, akkora megítélése, mint a játékfilmeknek, de alapvetően, igen, de alapvetően például az én filmjeimet a Magyar Televízió műsorra tűzi. Tehát ott nem rögtön az elejétől, viszont visszamenőleg most, ha jól tudom, az összes filmem, mind az eddigi 4, illetve az 5. az nem egészen természetfilm. Köszönöm szépen. Ők szeretik a külső tartalmakat egyébként,
És hát rendszeresen, tehát egy ilyen 2 évre, vagy akár 5 évre kötünk szerződést, és ez nem kizárólagos vetítési jog, tehát attól én még vetíthetem, meg adhatom másik tévének is. Egyébként külföldi televíziók is, például Szerbiában van egy tévé, amelyiknek minden filmemet nekik ingyen a rendelkezésükre bocsátottam, mert ők egy ilyen kisebbségi tévé. Uh-huh. Úgyhogy általában ez, mozisztatni is lehetne a filmeket, az egy kicsit már bonyolultabb, az első filmemnek volt mozis bemutatója, forgalmazó nélkül, tehát csak úgy, hogy megkerestem a mozit, adott esetben egy kisebb mozit, és 3-szor vetítették le. De hogyha van mozis forgalmazó, akkor lehet egész hálózatokban is. Hogy te megkerested, hogy vitted magaddal, hát gondolom már nem dobozt viszel magaddal. Nem, az egy DVD volt. DVD-t, ők azt kértek, illetve Blu-ray volt. A pendrive az nekik nem felelt meg, az ő vetítőgépüknek, de egyébként, hogyha van vetítés, például a második filmemnek, ennek a Hegyek Völgyek Halainak az MTA Székház dísztermében volt a bemutatója, az mondjuk nem egy konkrét mozi, az egy filmklub ott, de jó sokan voltak, és aztán a Szőketónak is ott volt, oda egy pendrive-ot kellett vinni. A halak után mi lehet, amire úgy nagyon vágynál, hogy de jó lenne? Azt mondta, hogy ezek nagy macskákkal, meg oroszlán, ezekkel már annyian foglalkoznak. Az hogy igen. Van például rendezőkérem, amikor azt lehet látni, hogy úgy egy ilyen vájat van, tehát ahol megy egy pocok, nem tudom én mi, hogy az úgy meg van csinálva, hogy lehet látni, hogy megy ő. Az úgy le van üveg, az egy mesterséges dolog. Általában nem? Igen, tehát hogyha belelátunk egy járatba keresztmetszetben, akkor azt mindenképpen fizikailag is meg kellett csinálni. Ez lehet egy állatkert is egyébként. Uh-huh. Én még nem csináltam ilyet, de ismerek olyan filmest, aki állatkertben filmezett emlősöket, kis emlősöket így, hogy ott ugye direkt így van kiképezve a járatrendszer, hogy lehessen látni valamennyire az állatot, vagy pedig maga lemodellezi magának. Tehát olyan is van, aki épít ilyen terráriumot, és akkor abban. De most hát kérdésemet tettem fel, és rögtön nem válaszoltam is. De téged kérdeznek, hogy a halak után mi az emélete úgy vágyolsz, meg gondolom már az emélete a nagy vad. Igen, mondjuk a halak kimeríthetetlen téma, tehát mindig vannak olyan halfajok. Rengeteg hal van talán, ugye? Igen, abszolút. Kimeríthetetlen téma eléggé. Én inkább nem is állatot mondanék, hanem tájakat. Tehát a kezdtem ugye itt Budapest környékén. Gyönyörű napfelkeltem van például a film, ja. Igen, nagyon szépek a képek. És akkor most feszegetem az országhatárokat, bár a második filmemben is már kimentem, és a Szlovákiai Tátrában készült, most viszont egy olyan filmet csinálok, ami az eddigi legnagyobb területet foglalja magába, 4 magyarországi megyét, 3-at, de 1/4-nek egy csücskét, és Romániában is 2-3 megyét, a Partiumot és Nyugat-Erdélyt foglalja magába, ez pedig a Körösökről készülő film, aminek éppen a múlt héten adtunk címet, ennek az lesz a címe, hogy Volt egyszer egy vadvízország. És a Sárét felszámolásáról meg a folyószabályozásokról is fog szólni, meg egyáltalán az egész arról a térségről, ami egyébként annyira nincs a köztudatban, hogy az Erdélyi-szigethegységből hány folyó éri el Magyarországot, és hogy szét. Igen. Hát ugye sokféle körös, a sebes körös, a fekete, a fehér körös, a berettyó, és ezeket aztán persze a Maros is arról jön, csak már délebről, a Szamos is csak északra felül kanyarodva, és ezeket itt Magyarországon eléggé tönkretettük az 1800-as évek közepén, és Európa, sőt, igazából csak Közép-Európa legnagyobb vízes élőhelyét teljesen felszámoltuk, és ez pedig a Sárét volt. Hát nem lehet látni, szerencsémre, hogy tátosszája hallgatlak. Tehát ezért nem úgy van ez, hogy te oda mész, mint egy ilyen üres kancsát, ezért ehhez nagyon fel kell készülnöd, hogy mit akarsz láttatni. Hát igen, a történeti jellegével mindenképpen, meg a koncepciójával. Egyébként ugye mondtad az elején, hogy jobban szereted az állatos filmeket, mert az állatokban nem csalódsz, viszont a természetfilmekből ma már sajnos nem lehet az embert kihagyni, hiszen a tájának akkora sebei vannak. És ő teszi tönkre. Hogy mindenképpen az emberi hatásokról kell, hogy szóljon. Ha nincs benne egy természetfilmben ez, akkor az a természetfilm az egy hazug képet fest, mert sajnos. Jó, hát úgy értem, hogy ne legyen benne, tehát nem. Világosan. Igen, értette is, hogy miről van szó. Igen, csak hát ez egy trend volt egy jó ideig, hogy nagyon, hogy legyenek szépek a természetfilmek, hogy hozza meg az emberek kedvét, de most már ez nem annyira, már az Attenborough is ugye áttért rá, és ő is inkább a negatív hatásokról számol be, meg a drámai változásokról, amiket az emberiség okoz a Földön. Hát az emberiség most éppen nagy drámai változásokat okoz a Földön, sajnos. Úgyhogy, de hát gondolom, hogy egy ilyen természetfilmezés az mindig olyan jó dolog lehet. Homoki Nagy István, hát ez volt a ti
nagy elődöttök. Igen. Az emberben mindig volt, hogy de jó lehet a Homoki Nagy Istvánnak, hogy nem kell bajlódni, hülye színész, hogy kell, nem tudom én mi. Hanem elvonult, anyukám majd jövök két év múlva, és akkor azt csinálsz, amit akarsz, és amit szeretsz. Igen, ebben mindenképpen van egy nagyon jó dolog. Ennek nagyon örülök, hogy megtaláltam, bár kicsit később, mert ugye az első filmemet már 37 évesen készítettem, tehát... Hát most mennyi van, 84? Nem, én most 44. Azért mondom, hát most úgy mondtad, mint a... Hogy, hoppa, hát ennek kiestem a falnak. Szóval, hogy az ez későnek számít? Hát mindenképpen későbbnek, mint hogyha 20 éveim elején kezdtem volna, ezért is egyébként egy kicsit illem a fiatal kollégákat, dolgozom olyan operatőrrel, aki éppen, hogy elmúlt 25 éves, és mindig mondom is neki, hogy mennyi lehetőség áll ő előtte. Igen. A technika körülbelül egyébként akkor jutott el arra a fokra, amikor én a 35 éves lehettem, hogy nem kell teherautóval érkezni egy forgatásra, tehát hogy egy hátizsákkal is elég. Most már olyanok a kamerák, meg a drónok, meg a felszerelések. Hányan vagytok, Balázs, mert ez úgy néz ki, mint egyedül mész, leraksz egy kamerát, a hatodik a kezedben van, aztán kész a film. Körülbelül ez történik egyébként. Egyedül megyek általában. Hogyha olyan a megállapodás, akkor... De mondtál egy operatőr kollégát. Hát, hogyha van lehetőség rá, és mondjuk éppen össze tudjuk hangolni, akkor van, hogy ketten megyünk egy helyszínen, van, hogy olyan helyen dolgozik éppen, ahol nem vagyok ott, és akkor felvételeket cserélünk, tehát ilyen is van, ez egy olyan együttműködés, amihez nem kell feltétlenül együtt forgatni, de szoktunk menni együtt forgatni természetesen, de a forgatásaimnak ugye a 70%-ában egyedül forgatok. És az, hogy aláfestő zene, Szándőfi Balázs szintén, hogy akkor megvan a vágva, aztán össze van vágva, és akkor megpróbálod úgy nézni, mint hogy te kaptál volna valakitől egy munkadarabot, hogy ezt most alá kell zenélni? Hát nem egészen, a zene van meg előbb általában. Ezt én a David Lynch-től olvastam, David Lynch filmrendezőnek a könyveiben, illetve a nyilatkozataiban, hogy ő is zenére vág, tehát hogy először a zene van meg, és arra vágja, arra húzza rá a jelenet ritmusát, és ezt én is így csinálom, tudom, hogy nem a legszokványosabb dolog, de a ritmusérzékem, amit szerintem még zenészkoromból hozok, az megkívánja ezt, hogy ne a zenét nehéz húzni, nyújtani, összenyúlni. Így van, hogyha van egy kézzeném, már pedig van, mert elég sok lemezen játszottam régen, tehát az első két filmemben szinte csak ezeket pakoltam, a régi jazz lemezeimben a saját szerzeményeimet, akkor arra húzom rá a jelenetnek a ritmusát. Tehát egy vágás, egy snitnek a hosszúsága sokkal rugalmasabb, mint mondjuk egy zenei ütemé. Tehát az ütemet nem tudok megváltoztatni, viszont a jelenetem bármikor tudok egy picit lassítani, egy picit gyorsítani. Én megmertem volna esküdni arra, hogy nézem, és akkor ott teszed hozzá. Ilyen is van egyébként, de inkább azt próbálom, hogy hasonló hangulatú, olyan hangulatú zenét keresek a sajátjaim között, vagy félig sajátjaim között, mert ilyen is van, hogy más zenét használok, vagy más zenészekkel is működtem együtt már, tehát a Hegyek Völgyek Halaiban például egy izraeli gitárossal játszottunk közös két számot, illetve ő dalait is felhasználtam Sárközi Fanni zongorista énekessel, aki sajnos már nem él Magyarországon, de vele is volt egy közös zenekarunk, és őtőle is használtam fel dalokat, tehát nem csak a sajátjaim vannak, de általában én is azért játszom bennük mondjuk basszusgitáron, vagy hozzáteszek, tehát olyan is van, hogy mondjuk stock zenét használok, de megvágom, hozzájátszom más hangszerrel, ilyesmi. Balázs, úgy mutattalak be, hogy előadó, zeneszerző, rendező, forgatókönyvíró, természetfilmrendező, fesztiválde, és mi vagy te, ki vagy te tulajdonképpen, akkor egy mondatban mennyire van időm? Aha, hát én ezt úgy szoktam mondani, hogy halkutató, természetfilmes, és ugye, hogyha a zenei dolgot hozzá kell tenni, akkor zeneszerző, előadó, művész. Hát akkor ugyanezt elmondtad nagyjából. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Ezt majd, jó, megbeszéljük le. Miközben felírtam. Szendőfi Balázs volt az én vendégem, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Édesanyádnak kész csokom. Jó van, átadom. Köszönöm. Az ötös.